Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez szintén egy ilyen rögtönzött vlog lesz. Mégpedig Budafokról, a Tóth József utcából. Mögöttem, amit láttok, emiatt vagyok itt. Egy teherkocsi, egy gőzmozdony. Mi? És amit itt érdemes tudni, hogy ezeket nem rég hozták ide, tehát ez szerintem egy két hete sincsen itt. Itt valaha borszállítás volt, de egy pillanat, átváltok a másik kamerába, és akkor jobban meg tudom mutatni. Kicsi parvágány, amit láttok, ez a... Régebben volt itt a 43-as villamos, és abból ágazott ez ki, plusz nagyvasúti kapcsolata is volt ott korábban, mert ugye itt van a vasút mellettünk. De látjátok, abban most éppen a felső pályát azt felújítják, és az egyik vágány fel van szedve. De ez itt ugye, itt mellettünk nagyvasút van. Csak ugye megmutatom akkor egyszer, akkor visszamegyek, hogy lássátok, hogy ez itt egy a vágány, mert itt a végén volt egy rakodó itt ennek az iparvágánynak, amit a... Itt van a Tördlei pesgőgyár, valahol a környéken, plusz rengeteg boros pince, tehát ezt ők használták rakodásra. És ugye ott látjátok a vágányt, és valaha itt járt a 43-as villamos. Az egyik vágánya az itt volt a bicikliút helyén, itt a töltése még megvan, ahol épült a bicikliút, a másik pedig ott az úton. Tehát itt igazából itt a forgalommal szembe ment az egyik része, illetve a visszairány az pont a forgalommal szembe ment. A 43-as villamos az még ugye a 47-esek a végállomásától jött tovább egészen nagy tétényig. És itt van az iparvágány vége, itt ágazott ki. És innen szolgálták ki ezeket a boros pincéket. De mondom, volt neki nagy vasúti kapcsolata is, tehát itt van a vasút mellettünk, tehát tényleg mind a négy vágány. A felső meg az alsó pálya együtt. És ide is be volt kötve. Tehát itt a kiszolgálás az megvolt, és ugye most hozták ide ezeket a kocsikat. Mindjárt meg is nézzük. Tehát ugye itt van egy szimpla teherkocsi és egy gőzmozdony. Úgyhogy csak emiatt jöttem most idáig. Hát maga a teherkocsi az itt van. Ez egy sima nyitott teherkocsi. De gondolom régebben ezt használták itt, amikor még ugye a boros pincékből vitték a bort, vagy hozták a szőlőt, meg a mustot, nem tudom, hogy... Gondolom, hogy főleg az egy kézbort vitték el innen. Ráadásból viszont itt van ez a gőzös. Hát ugye a pályaszáma az pont nem látszik. Meg már elég gyérosdás, de igazából fel is lehet menni a konyhába. Csak egy kézzel nem lesz ez olyan egyszerű. Kapaszkodni is, meg fel is mászni. Na jó, oké. Itt vagyunk fenn a gőzösön. Hát ott már szépen szétrohadt ott a plafon is. És ez volt a kazán. Nem lehet kinyitni az ajtaját, de ugye ide dobálták be a szemet, és voltak különböző lelkadok, és a mozdonyvezető az itt állt körülbelül, és ezt látta menet közben, vagy pedig így kihajolt az ablakon, és így figyelte a pályát. Igen, a gőzös a kialakítása az ilyen, hogy erődes, hogy itt látott, tehát a másik irányban, másik oldalra alig látott valamit, ott a fűtőnek kellett figyelnie. Tehát, hogyha itt voltak a jelzők ebbe az irányba, az csak az a fűtőnek el kellett figyelnie és ismételnie a vezérnek, hogy milyen jelzési képeket látott, és ott van előttünk a kazán. És így viszont rá lehet látni a teherkocsira is. Rá lehet, nem lehet. Na se baj. Na jó, akkor most én itt lemászok, aztán utána folytatjuk. Mert ahhoz szükségem van mind a két kezemre, úgyhogy a kamerát el fogom engedni. Aztok visszatértem, akkor most megint itt vagyok. Lemásztam a gőzmozdonyról. És ugye látjátok, itt van a nagy vasút mellettünk, éppen elmegy egy személyvonat. Ha jól látom, egy felújított Ciri, úgynevezett Cirmos, ez a legújabb átalakításon átesett verziója, és itt van maga a gőzös.
együtt. Hát ez itt egy aluljáró. A vasúti kapcsolatok nem volt, és ez itt már a rakodó, na, menjünk is föl. Nézzük meg csak itt jobban. Itt van még egy tartálykocsi. Ebbe akár közvetlenül csapolhatták volna a bolt. Ez pedig egy favázas személykocsi, hogyha jól látom. Személykocsi? BKV. Tehát ez ilyen BKV-s teherszállításra használták. Gondolom én. Ne. Ez pontosan nem tudom milyen típus volt. De ugye itt volt az iparvágánynak a vége. Lehet, ez, és ugye lehet, hogy személyszállító része is volt, mert ezeken a padokon külni is, vagy ez meg ilyen szekrény. Hát ez már. Viszont ez még ilyen, ez nem légfékes volt, hanem ez itt a fékező állás volt. Itt állt a, ezeket még kézzel kellett fékezni ezzel a karddal. Tehát ez így működött, hogy itt állt a fékező, ahol én most, és akkor ezt a kart kezelte, amikor kellett. Ezt így vagy eltekelte kopjuk, és akkor fogott a fék, vagy ő felengedte vele. Hát amikor még külön voltak fékezők és minden kocsin. És ez itt maga a bodaspince bejárata. A bodaspincek most is megvannak, csak szállítani már nem szállítanak vasúton. De oda bent nincs semmi. Ez igen. Kamera se lát semmit, de én se látok semmit. Úgyhogy ez nagyjából ennyi volt. Na. 16-os üzemegység, segélykocsi a Szentendre. Hát ez van itt most. Na, várjatok egy percet. Erre még megpróbálok fölmenni. És onnan is egy pár képet csinálni, meg videót is. Pillanat. Na, szóval felmásztam ide a tartálykocsi tetejére. Mutatom a kilátást. Ugye ott van maga az iparvágány vége, és ott a lakodó, az alagút vezetett a bodaspincékig. És innen hordták ki meg be az árut. Ott van a nagy vasút előttünk. És éppen nem jön semmi, ott látszik az átalakítás. És hogyha azt nézel, igen, az már a törnejpesgőgyár is arrafele van. És ott van előttünk a gőzös. Mindjárt megmutatom, igen. Valaki hív, de most rájön, majd visszahívom. Szerintem, hogy nem, megmutatom jobban. Igen. Akkor ez nagyjából ennyi lett volna. Lássátok a kilátást innen, most átváltottam az első kamerára. Akkor ez a kis levétke vlogolás, ez ennyi lett volna ide. Eljöttem ezt megnézni, de hallottam, hogy ide hoztak egy gőzöst. Nem tudni, hogy meddig lesz itt, és miért hozták ide. De remélhetőleg sokáig itt vannak ezek maradni. Érdekes minden esetre. Úgyhogy ez ennyi lett volna innen a tartálykocsitott a tetejéről. Úgyhogy sziasztok, és kellemes hétvégét nektek, ugye ez péntek délután veszem föl, nem tudom, hogy este kikerül, de sziasztok majd. Valamikor legközelebb jelentkezni fogok. Hogyha a videó tetszett, akkor ugye szokásos szöveg, lehet lájkolni, lehet feliratkozni, lehet kommentelni, ez kurva jó volt. De hogyha meghívtok egy sörre, én annak is fogok örülni, tehát sőt, még annak fogok örülni a legjobban. Hogyha tehetitek, akkor inkább ne. Kommentek, lájkoljatok, nem hívjatok meg egy sörre. Annak fogok a legjobban örülni. Hoppá, és most egy vonat is fog onnan jönni. Úgyhogy ezt mindjárt megvárom, pillanat, átváltok a másik kamerára. Egy vonat úgy láttam, hogy Siri viszi. De ez a személy, mert megállt a megállóba. Úgyhogy ez egy darabig nem fog erre jönni. Utas erre után tovább indul. Hát addig ugye beállítom a fényképezőt, és lövök egy pár képet innen a többiről. Így mi? És de már jön tovább a vonat mindjárt.
Ott is jön, ott van. Na ezt én nem mutatom nektek, ez egy személyi vonat lesz. Hogyha jól láttam, és akkor utána majd elköszönök. Na. A fasz, ez egy tehervonat, na akkor meg pláne. Na akkor fotómasinákat elő. Feljebb kell venni az izót is, mert azért már kell sötétedni annyira, hogy ne lehessen az a képeket csinálni. Viszont ez elég lassan jön, úgyhogy meg lehet ezt lőni kisebb zárral is. A 41-es gigant nyitott elkösikkal. Hát ennyi volt, elment a tehervonat is. Akkor most már nekem is a dél vonna lemászni, hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!